Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma december 17-én egy spontán kirakása. A Lenormand kártyák, a Gilded Reverie Lenormand kártyák. Mit érez, mit gondol a lélektársad ma is, mi a meglehető következő lépés, egy rövid kirakás. Megkérlek, hogy hunyd be a szemed és érez legelső bele a kristály hangtár reszkésébe, valamint küld el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Nagyon szépen meg szeretném köszönni a követőimnek, hogy nagyon sok szép kártyákat kapok tőletek, jó kívánságokat karácsonyra, valamint mindig valami figyelmességet szintén tőletek. Ezt nagyon-nagyon meg szeretném köszönni tényleg az ünnepek után, amit összekaptam a magyar csatornán keresztül. Az állatoknak venni fogok rajta kaját, és el fogom vinni nekik az állat otthonba, tényleg azoknak az állatoknak, cicáknak, kutyáknak, ahol nincsen gazdájuk itten, Németben, és el fogom őket vinni nektek, és megmutatom majd szintén a videóban, mielőtt oda megyek. Köszönöm nektek! Megtaláltátok a videó leírása alatt ezt a PayMe, ez a PayPal-lal, és tudjátok, hogy néha egész apró pénz is összejött, 30 pár euróm összejött, ezt nagyon-nagyon örülök neki, és ez tényleg az állatoknak szánom. No nézzük, kezdjük, koncentráljatok a lélektársatokra. A lélektársatokra mit érez, mit gondol most a mai napon, és mi a meglehető következő lépése. Na, ez nagyon jó, és ma 17-én húzunk egy szívecskét, és szintén részt veszel rajta, ha megosztod, ha kommenteled, most egy kicsit lenyugodott a helyzet, olyan tér, hogy elküldtem minden szívecskét, felraktam mind a két csatornára, minden csomagot elküldtem, és ez úgy látom, hogy szerpentin, vagy minek mondják ezt a kövecskét, ilyen zöldecske, részt veszel rajta, hogyha kommenteled és megosztod ezt a videót, ha feliratkozol a csatornámra, szintén akkor ezt még szintén fölteszem neked, és hogyha nem ér oda véletlen karácsonyra, nem baj odaérni, oda fog, minden jóra fog változni. Nézzétek, itt van. Most legelsőbb ez az energia, hogy fontos neki a világosság, hogy világosan lásson minden, tisztán lásson mindent, ez nagyon-nagyon fontos neki is, hogy odafigyel, lehet, hogy ilyen megérzést is kap szintén, hogy ez tisztán lássa, ahogy látod. A fejében, mint ahogy látod, arról van itten szó, hogyha rád gondol, hogy följönnek neki, vagy pedig azt jelentheti, ha rád gondol, hogy sok nehézséggel lesz konfrontálva, vagy szembesülve, mert szembesülve azt is jelentheti, hogyha egybe jönnétek, hogy persze, hogy feladatok jönnek rá, vagy persze, hogy valami változás fog jönni rá. Itt vannak a mély érzések, mint ahogy látom, de félelmek is. Szerintem a gyerekek is játszanak itt egy szerepet az egyiknél, vagy a másiknál, meg lehet, hogy család is van, gyerek is van, és ebben mély érzésben szeretne
belemenni, vagy ott ez a mély érzés neki, és a félelem ettől a nehézségektől. Ha pedig van neki még valami párja, vagy másik társa, akkor lehet, hogy a félelem azzal kapcsolatban van, hogy arra gondol, hogy most mi lesz a gyerekekkel, és ez nagyon mély érzést vet ki önmagába, vagy nagyon mély érzést bont ki benne, vagy hoz föl benne. Mit érez a szívében? A szívében nagyon szeretne neked egy levelet írni, és úgy látom, hogy valamit el kell, hogy engedjen, valamit kell, hogy transformáljon. Úgy látom, a szívében szeretné, hogy ebből valami legyen, hogy ennek van potenciálja, itt van lehetőség, ez tudna fejlődni, úgy érzi, úgy gondolja, és hogy alakul ez tovább, itt a szerencse neki, látod, a szerencse kicsit még a fején áll, az azt jelenti, hogy lehet, hogy még most nem úgy alakul, ahogy szeretnéd, de itt van a megindulás, ez meg van indulva, tényleg is szeretne jönni irányodba, szeretné ezt a szerencsét veled megélni, és ez nagyon pozitív. Nézzük, mit érez még, húzunk rá még egy pár kártyát ebből a Nadine Breitenstein Clear's Emotion kártyákból, ez német kártya, de én lefordítom nektek, hogy mit is gondolj mostan te veled kapcsolatban. A kígyó jelentett, főleg nőt jelent, de most attól függ, hogy olvassuk a kártyákat, ez azt is jelentett itt valójában, hogy lehet, hogy te se vagy még szabad, hogy nálad is van még egy valaki, mert ide kijött a rivál. A rivál az mindig azt mutatja, hogy van még valaki, van még valaki, harmadik, nézd csak, ő még várni fog, nézd csak, abwarten, azt jelenti, hogy várakozni, elvárni, mint ahogy látod a fejében, tudja, hogy itt van még, vagy nálad valaki, hogyha rágondol, hogy ezt most megfordítsuk, mivel hogy lehet, hogy férfinek nézed, akkor ezt férfinek is láthatod, ezt kettő nőnek, hogy valami módon van itt egy harmadik, és ezt el kellene, még szét kellene, hogy váljanak, vagy szét kellene, hogy menjenek, hogy itt megérkezzen a tavasz. A frühling, az a tavasz szimbolizálja itt mindig az újra éledés, ez a szép, pozitív érzést, látod? Ezt elsőbb el kell, hogy engedje. Vagy ő, vagy te, valami módon ez tavaszra jön be, arra is gondol. Zó, a szívében, mint ahogy látod, szeretné már azt aratni, vagy azt szüretelni, ami már megérett a szívében, mert ő nagyon szerelmes te beléd. Mint ahogy látod, itt belenéz a tükörbe, ott ő vőlegének, meg mennyasszonynak látja magát, és itt már öregek. Szóval azt jelenti, hogy nagyon szerelmes beléd, és ez, hogy megöregszetek közösen, és egy döntést fog hozni ezzel a szívébe, hogy döntés kell, hogy hozzon, azt nagyon is tudja. És hogy alakul ez tovább? Nézzük csak meg. Azt gondolja, hogy nincsen ennek értelme, és még nagyon sok neki a kötelessége, de szeretné ezt az új kezdetet veled elérni. Hát ez nagyon jó előrejelzés, mert én úgy látom, hogy hosszú téren, távtéren jó lesz, mert itt van az új kezdet, lesz egy új energia, várjál még egy kicsit, légy türelmes. Mit érez? Megkérdezzük a szívkártyákat. Hát azt mondja, hogy higgyél, hogyha valamit akarsz változtatni, akkor fogadd el úgy, ahogy van most jelenleg, mert itt van, lesz egy változás a te kapcsolatodba egy személyhez, napról napra intenzívebb lesz, és itt a csoda. A te kapcsolatodba egy csoda fog létrejönni és változást hozni.
Remélem ez tetszett neked, ha tetszett, lajkoljatok, osszátok meg a videót, iratkozzatok fel a csatornára. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, legközelebbig, sziasztok, Valéria!